a gondos óra program azért jött létre, hogy az idős embereknek az otthon élését és az otthon való életvitelét tudja segíteni. Ezt a jóléti szolgáltatást minden 65 éven felüli magyar állampolgár ingyen kapja meg, és ingyen biztosítja a magyar állam. A gondos órának az alapvető funkciója az, hogy mindenkinek megadja az otthoni biztonságérzetét. A nemrég elindított hazai gondosóra programról Jászárok szálláson már egészen sok tapasztalatot sikerült összegyűjteni. Antal Péterné szerző Ildikó a város polgármester már 2020-ban megalapította Jászárok szálláson az idősek tanácsát, melynek célja az volt, hogy a városvezetés a lehető legtöbb segítséget igyekezzen adni a település szépkorú lakosságának. Ez csak megerősítette egy 2022-es látogatás a budapesti 5. kerületben, ahol példaértékű szociális háló vigyáz a fővárosi idősekre. Ott a költségesebb okosóra és az ingyenes gondosóra program is elérhető. A jó példa azonnal ötletet szült. Kitaláltam, hogy nekünk is tennünk kell azért, hogy ezt népszerűsítsük, illetve eljuttassuk az információt a gondosóráról minden lakoshoz. A hatóságirodán keresztül minden 65 év feletti lakost megkerestünk írásban. Egy rövid tájékoztató levélben bemutattuk, hogy mire jó ez a gondosóra, bemutattuk a programot, és felajánlottuk a lakosoknak, hogy segítünk nekik minden adminisztrációs tevékenységben, a regisztrációnál, mindennél. És utána a gondozási központ kapta meg a jelentkezők névsorát. Nálunk első körben 383 idős vette igénybe ezt a gondosórát. Jászárok szállás szociális gondozói személyesen keresték fel az időseket és mérték fel az igényeket, hogy aztán minden adminisztratív terhet le is vegyenek a vállukról. Azóta 200-300 darab közé tehető az átvett gondosórák száma a településen. Most fel van töltve, naponta tölteni kell sajnos, de így is jó. Így néz ki. Cucu Andrásné már egy ideje használja az órát, mellyel egy csomagban érkezett a mágneses töltője és néhány praktikus kiegészítő a viseléshez. A hölgy már állandóan viseli, így bármikor kérhet segítséget egy gomnyomással. Itt van rajta ez a gomb, ami megnyomjuk, hogyha valami gond van, akkor azonnal a segélyhívót hívja, és a diszpécserek jelentkeznek. Úgyhogy nagyon hasznos, különben a időseknek, betegeknek, a olyanok, akik egyedül élnek, azoknak meg még hasznosabb, mert ugye mondjuk a családja dolgozik naponta, és akkor bármikor történik vele bármi, ha nála van, akkor csak megnyomja, a diszpécser jelentkezik, és akkor elmondja, hogy mit kell tennie. Ha úgy látja, hogy sürgő segítségre van szükség, akkor biztos, hogy hívja mentőt, vagy bármi, amire szüksége van. A segélyhívó töltése elindult. A készülék nagy biztonságérzetet ad, hiszen sok idős embernek távol élnek a gyermekei, vagy nem mindig ugrásra kész közelségben. Így van ezzel Bozsik Mária is, aki egyedül él, és szintén örült a lehetőségnek. Örülünk neki, reméljük, hogy jó szolgálatot tesz. Hál' az égnek, még most nem volt rá izém, hogy értesítsem őket, de mikor kibontottuk, megijedtem tőle, mert hozzá fogott beszélni. Két hete kapta meg a gondos órát, és azóta sokkal nagyobb biztonságban érzi magát, hiszen a múltban már volt rá példa, hogy ijesztő rosszul léttört rá. Mikor már rosszul volt az ember, akkor már tudja következőleg, hogy most mi fog következni, és akkor az ember már érzi, hogy itt már segítséget kér, és akkor megnyomja az ember ezt a gombot, és akkor utána adják az utasítást, vagy pedig az, hogy jön a mentő, vagy a segítség. Szabó Béláné imád a kertjében tevékenykedni, nagyon aktív életet él, kertészkedik, fára mászik, mindent elvégez egyedül a háza körül, és ha csak teheti, Gyöngyösön élő gyermekeit is segíti. Marika néni is szeretne egy gondos órát, hiszen a sok kültéri munka közben nem mindig kerül az ember kezébe a mobiltelefon, ha épp gond adódna. A program elsődleges célja pont ez, az otthoni és önálló életvitel meghosszabbítása. Sokat megyek olyan helyre, olyan dolgot csinálok, ami ahova nem viszem el a telefonomat, és akkor ezt úgy gondoltam, hogy a nyakamba beteszem, és akkor talán biztonságosabban érzem magam. A megkérdezett nyugdíjas hölgyek közül mindenki üdvözölte, hogy Jászárok szálláson ennyire figyelnek az idősek igényeire. Mit gondol arról, hogy itt ezen a településen van erre lehetőség?
Van, igen, én ennek nagyon-nagyon örülök, mert én először az interneten fedeztem fel, akkor a gyerekeimnek mondtam, hogy nézzenek már utána, és akkor utána elkezdte a település maga, hogy igenis lehet jelentkezni, akkor nyilván, hogy itt jelentkezek, ez nekem így jó. Vagy legalábbis nagyon reménykedek benne, hogy nagyon jó lesz. Nagyon nagy segítség ez, gondolom én az időseknek, és nagyon hálásak vagyunk annak, aki ezt kitalálta, mondjuk, és hát nagyon jó, nagyon jó. Azt hiszem, hogy sok ember nevében mondhatom azt, hogy köszönjük. A jelentkezés első szakaszát már feldolgozták a helyi szociális gondozók, de nem zárult le a jelentkezés. Minden érdeklődőt biztatnak rá, hogy használja ki ezt a lehetőséget, melyet az önkormányzat segít elintézni. Folyamatos a jelentkezés, tehát azóta is regisztrálhatnak a lakosok, azóta is elintézi a gondozási központ, és mindenkihez el tudjuk juttatni ezt. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és nagyon jó célt szolgál, és ezzel is egy picit a szociális hálót tudtuk tovább erősíteni az idősek területén. Fontos kiemelni, hogy a gondosóra programban megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz minden 65 év feletti saját otthonában élő magyar állampolgárnak ingyenes. Magyarország minden településén hozzáférhető a hét minden napján. 0-24 órás diszpécser szolgálat és kontakt személyek, tehát családtagok, szomszédok, barátok vagy akár szociális gondozók bevonásával.